Lendületben a tatabányai gazdaság. Az elmúlt időszakban a kormány pályázati forrásokon keresztül összesen 10 milliárd forinttal járult hozzá az ipari park bővítéséhez. 2010. februárjában 3700 munkanélküli volt a városban, ma pedig 2200 körül áll az a szám, ami azt jelenti, hogy 1500 új munkahelyet hoztunk létre. Természetesen akkor lehetünk elégedettek, hogyha ezt tovább tudjuk csökkenteni ezt a számot, de el kell ismernünk, hogy nagyon jelentős lépést tettünk a munkahelyteremtés vonatkozásában. Főként úgy, hogy a városban ugyan nőttek a munkahelyek, de a városon kívül jelentős leépítések voltak a megyében, amelyeket tudott pótolni a tatabányai ipari park, felszívta a felszabaduló munkaerőt. Ilyen bővítések voltak az új Széchenyi terv támogatásának köszönhetően, például a Delfájnak a bővítése, ahol megduplázták a gyártókapacitását, vagy a gyártóterületet a cégnél, és ezerről 1500 főre bővítették a létszámot, és további terveik is vannak. A Koropaszt állami támogatással 276 új munkahelyet hoz létre az elkövetkező időszakban. Bővített az AGC egy új gyártócsarnokkal, az 500 fő körüli létszámukat 800 fő körülire bővítették. Új telephelyet hozott létre az elmúlt 4 évben az ipari parkban a Samsung és a Henkel, két világcég, de mellettük a Rudolf logisztikai cég is telephelyet hozott létre, ami megint egy nagyon jó indikátora annak, hogy ahol logisztikai cég megjelenik, az mutatja, hogy ott szükség van az ipari parkot kiszolgáló cégek vonatkozásában, és ott fejlődik, bővül a termelés. És negyedikként pedig a Miviza spanyol konzervdobozgyár is telephelyet hozott létre a városban, és újabb munkahelyeket, újabb tatabányai embereknek, családoknak biztosítja a munka lehetőséget. És hát a legnagyobb beruházás, ami még folyamatban van, az a Bristolnak a gyárbővítése. A Bristol 500 új munkahely létrehozását vállalta, ehhez pedig egy szinte új gyárat épít, dupla akkorát, mint az előző volt, ami szintén hatalmas, 110 ezer négyzetméter nagyságú gyárat épít, amit még elképzelni is nagyon nehéz, hogyha mégis valahogy képzeletben megpróbáljuk megtenni, akkor úgy kell elképzelnünk, mint 15 focipályát, és ebben az esetben azért látjuk, hogy ez egy hatalmas nagyságú gyártóegység lesz, és 18 millió gumiabroncsot fognak gyártani évente.